Van még egy tulajdonság, amely nagyban elősegíti a baglyok éjszakai vadászatának sikerét. Ez a tollazat sajátossága. A baglyok tollai más madarakétól eltérően lágyak, és az előső élük fésűsen csipkézett. Ez a szegély tompítja a szárny felett haladó levegő zaját, még akkor is, ha a bagoly gyorsan repül. Az eredmény a tökéletes lopakodó vadász, a szárnyakon járó halál. A pockot egy olyan ragadozó figyeli, amely a csillagok fényénél is lát, a sűrű ajnövényzetben is képes az üldözésre, és szinte hangtalanul támad. Egyes baglyok azonban, amilyen bátran vadásznak éjszaka, annyira sebezhetőek nappal. A baglyoknak, hogy hangtalanul repülhessenek, időnként meg kell tisztítaniuk a tollazatukat, mégpedig nappali fényben. A tollakra tapadó szennyeződés fütyülő hangot adhat, és ezzel elárulja a sötétben mozgó madarat. A baglyok tehát fürdenek. A macskabaglyok szárnya rövid és széles, ellentétben az ölyvek és a sólymok hosszabb, keskenyebb szárnyával. A macskabagoly a lopakodás mestere, nem a gyorsasági és az erőjé. Most nem azért figyeli a tájat, mert élelmet keres. A veszélyt próbálja elkerülni. A nappal ugyanis a nagyobb és gyorsabb ragadozó madarak világa. A másfél méteres szárnyfesz távolságú héja a nappali erdő egyik csúcsragadozója. Ráadásul ínyenc falatnak tekinti a baglyokat. Nem minden bagoly sora megy ilyen rosszul napközben. Európa falvai körül az általában éjszaka aktív gyöngybagoly nappal és a sötétben is jól boldogul. Fergász tudja, hogy a gyöngybaglyok olyan eszköznek vannak birtokában, amely fényben és sötétben is egyformán hatékony. A pockok nappal könnyen észreveszik a közeledő baglyot. Amikor a madár elrepül felettük, azonnal elbújnak a sűrű fűben. Ez azonban nem segít rajtuk. A baglyoknak ugyanis a hallása is félelmetesen magas szinten működik. A baglyok akkor is hallják a zsákmányokat, amikor nem látják. Fergász be is mutatja ezt Gripper nevű idomított gyöngybaglyával. Ne gondolják, hogy megbolondultam. Ezek az én házilag készített csipogóim. Elviszem őket a rét szélére, ahol Gripper röbdös, és elrejtem őket. Először ki kell húznom egy kábelt. Ez itt egy jó sűrű fűcsomó. Jól elrejtem a csipogót. A következő a rét közepére kerül. Now,
Azt akarom, hogy láthatatlan legyen, ezért jól begyömöszölöm ide. A jobboldali csipogót pedig ott rejtem el, abban a fűcsomóban. Ez az utolsó, amelyet betemetek a földbe. Most annyi a teendőm, hogy várok a csipogóval. Visszamegyek a kezelődobozhoz, megnyomok egy gombot, és akkor hallanunk kellene valamit. Teljesen láthatatlan mind a három, és csak azt halljuk majd, hogy milyen csendesek. Nos, hát semmit sem hallok. Csak akkor hallanék valamit, ha ott lennék közvetlenül mellettük. Persze itt hátul semmit sem hallok. A kérdés az, hogy vajon Gripper hallja-e. Hozzuk ide. Gyerünk! Gyerünk! Gripper egy 4 éves gyöngybagoly, amelyet idomítója Lloyd Buck gondoz. Gyerünk, Gripper! Hello, kisasszony! Fergus reményei szerint Gripper bemutatja majd, hogy miként képes megtalálni a bagoly a zsákmányát, anélkül, hogy látná. Most megszólaltatom a középső csipogót, és meglátjuk, milyen gyorsan találja meg. Amikor Fergus megnyomja a csipogó gombját, Gripper azonnal odarepül. Arcát úgy forgatja, akár egy radartányért, így célozza meg a láthatatlan hangforrást. Nem a szemével fókuszál a célra, hanem a fülével. Nézd! Nézd oda! Nézd, Lloyd! Pontosan rárepült! Fantasztikus! Nos, és semmit sem hallok. Ő viszont észrevette, amikor harmadszor repült át a rét fele. Ez elképesztő. Gyerünk, próbáljuk ki a baloldali csipogót. Baloldali csipogó. Egyenesen odarepül. Nézd! Már is megy oda. Azonnal lecsap rá. Grippert a füle pontosan a csipogóhoz irányította. Bámulatos. Azonnal megtalálta a pontos helyet. Hihetetlen. Elég szeles az idő, ezért persze susog a fű. Meglepő, hogy Gripper különbséget tud tenni a kétféle hang között. Gripper már unja a fémdobozok vadászatát, ezért természetes célpontot választ magának. Őha, nézzetek oda! Nézzétek, nézzétek, elkapott egyet! Gripper lecsap egy pocokra. Hát ez hihetetlen. Nem csak az én csipogómat sikerült megtalálnia a fűben, hanem önmaga is vadászik. Szerintem világosan bemutattuk, hogy nem csak a csipogót találja meg, hanem a pockokat is. A baglyok Európa falusi vidékein szívesen látott vendégnek számítanak. Gyakran a földművesek legjobb barátainak tekintik őket, mivel a terméspusztító rágcsálókkal táplálkoznak. Ezt a hímet a természet egyik legerősebb ösztöne sarkalja további zsákmányszerzésre, mégpedig a szaporodás ösztöne. Minden fogását átadja egy tojónak, hogy rávegye a párosodásra. Alig, hogy elment, már is visszatér. Újra meg újra. Gyöngymagoly pár egyetlen költési időszak alatt akár 700 rágcsálót is megfog, hogy fiókáit etesse. A gyöngybagoly éjjel-nappal képes vadászni, és ebben szuperérzékeny hallása segíti. Vajon hogyan működik a baglyok rendkívül hatékony füle? Fergus keres egy baglyot, amely az éles hallás megtestesítője. Ez a fantasztikus madár a szakállas bagoly.
A hallása rendkívüli, akár csak Grippernek, a gyöngybagolynak. Megfordul, Smoky. Belenézel a kamerába? Ha ránézünk az arcára, láthatjuk, hogy olyan, mint egy parabola antenna. Az arcán tollakból álló karima található, amely a hátul elhelyezkedő fülei felé vezeti a hangot. A rövid, merev arctollak visszaverik, és a fül felé továbbítják a hangot. Arca úgy működik, akár egy tányérantenna, amellyel a legkisebb zajt is felfogja. A baglyok arcának és fejének alakja a hang fókuszálását és erősítését szolgálja. A szakállas bagoly hallása olyan jó, hogy még a hótakaró alul jövő hangokat is észreveszi. Montana téli tájain a hó a mi fülünk számára minden hangot elnyel. A szakállas bagoly számára azonban a világ hangoktól eleven. A másfél méteres szájfesz távolságú madár a táplálékpiramis csúcsán helyezkedik el. Magas figyelőhelyéről kémleli birodalmát. Innen azt is meghallja, ha egy aprócska madár tollászkodik. És azt is, ha egy róka fut át a havon. A vidrák tülekednek felfelé a hegyoldalon. Sőt, még azt is, ha parányi mancsok topognak lent a hó alatt. A hópaplan mélyén a pockok saját világot alakítottak ki maguknak, amely alagutak hálózatából áll. A hó védi őket a ragadozók szeme elől, és a hideg ellen is védelmet nyújt. Úgy járhatnak táplálék után, hogy el sem kell hagyniuk az otthonukat. Pockok ezrei élnek a járatok labirintusában, amely több hektáron terül el a hó alatt. Ám az, hogy nem látni őket, nem jelenti azt, hogy nincsenek veszélyben. A szakállas bagoly különleges fülével meghallja a fél méter vastag hó alatt mozgó pockot. A bagolynak nem is kell látnia a zsákmányát. A karmait övező pejhes tollakkal is képes érezni a pockot. Egy gyors harapás a nyakra azonnal a más világra küldi az áldozatot. Sokak szerint a madarak táplálkozása mindig a zsákmány szétszaggatását jelenti. A szakállas bagolyra azonban az ellenkezője igaz. Egyetlen gyors mozdulattal egészben nyeli le a pockot. Azután további pockok után indul. Addig vadászik, amíg meg nem szűnik az éhsége. A láthatatlan zsákmányát üldöző szakállas bagoly naponta akár 7 rágcsálót is elkap és megeszik. Amint a szakállas bagoly is bizonyítja, a baglyok sikeres vadászok és tiszteletet parancsoló fegyvereik vannak. Látásuk annyira jó, hogy a csillagok fényénél is képesek repülni. Néma röptükkel észrevétlenül támadnak.
rendkívüli hallások segítségével pedig láthatatlan célpontokat is eltalálnak. Ám nem minden bagoly köszönheti a sikerét ilyen eszközöknek.